Maguk a termelési szerkezetben mi a három lábon állást tartjuk reálisnak, megújuló, annak az aránya azt gondoljuk, hogy a villamos energiarendszer teljesítményéhez képest nem lehet 30%-nál több, mert nem lehet kiszabályozni, drágítja a rendszer működését, kell atomerőmű szintén, a rendszerben is gyorsan induló, korszerű gázturbinások, amikor ha akár olcsó import nem áll rendelkezésre, vagy üzemzavar szituáció van, akkor ezekkel helyettesíteni lehet. Süli János tárca nélküli miniszter tájékoztató fórumot tartott Bátaszéken a Városi Ipartestület tagjainak az atomerőmű két új blokkjának működéséről és építéséről. A város polgármestere úgy gondolta, fontos tudniuk a helyi vállalkozóknak, hogy milyen lehetőségeket adhat ez a megyei beruházás. Egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete vezetése és az önkormányzat vezetése között, hogy jó lenne, hogyha első kézből kaphatnánk tájékoztatást. Tolna megye és az ország egyik legnagyobb beruházással a Paks 2 megépítése kapcsán. És hát hála jó Istennek, jó kapcsolatot ápolunk Süli János miniszter úrral, így első szóra elfogadta a meghívásunkat. Igaz, hogy ezt márciusra terveztük, ezt a megbeszélést, de hát a pandémiás helyzet közbeszólt, így most tudtuk megtartani. A cél az, mint ahogy említettem, kettős volt. Egyrészt, hogy információt tudjunk átadni a Bátaszéken működő vállalkozásoknak, hogy milyen módon tudnak esetlegesen bekapcsolódni magába az építésbe, és későbbiek során adott esetben az üzemeltetésbe. Másrészt, hogy kicsit felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek a beruházásnak azért térségi jelentősége és szerepe van. Tehát, hogy maga a város hogyan tud bekapcsolódni, hiszen néhány hónappal ezelőtt adtunk át egy ipari parkot. Adott esetben jó lenne, hogy ezt az ipari parkot mondjuk Paks 2 kapcsán esetleg már be lehetne népesíteni, vagy az agrárlogisztikai központunk részt tudna vállalni az építkezés kapcsán, mondjuk az élelmezéssel kapcsolatos feladatokba, és hát még biztos, hogy számtalan olyan lehetőség lenne, ami az elkövetkezendő 10-15 évre egyrészt Bátaszék számára is adhatna egy új fejlődési lehetőséget, másrészt hosszabb távon 20-30-50 évre adott esetben Bátaszéknek és Tolna megyének is a helyben maradóknak, az itt maradóknak adhatna egy olyan jövőképet, ami alapján mindenki tudná tervezni az életét, és gyermekeink, unokáink is itt tudnának élni továbbiakban Tolna megyében. Süli János arra is felhívta a figyelmet, hogy a szükséges munkaerő több mint 40%-át magyar vállalkozók adják majd, tehát mindenképpen érdemes egymással fúzionálni a kis vállalkozásoknak, hiszen a nagyobb apparátussal rendelkező társulásokat fogják alkalmazni. Mivel Bátaszéken elsősorban kis és közepes vállalkozások működnek, úgy ők önállóan nem fognak tudni bekapcsolódni, hiszen a miniszter úr is megerősítette, hogy itt nem 10 munkaerőre, hanem több száz munkaerőre van szükség adott szakmákban, adott ágazatokban. Tehát mindenképpen azt kell erősíteni itt Bátaszéken is, és azt gondolom, hogy mikrotérségi vagy régió szinten is, hogy csak akkor lehetnek eredményesek, és akkor tudnak ebben eredményesen bekapcsolódni, hogyha hajlandóak együttműködni, hajlandóak konzorciumi megállapodásokat kötni. Ez kell egyfajta szakmai felkészültség, kell egyfajta bizalom, ezt kell erősíteni azt gondolom a vállalkozóknak egymás között is, meg nekünk is a vállalkozók irányába, akkor van esélyünk arra, hogy meg tudunk erősödni ezen a területen is, és tudnak a vállalkozások profitálni ebből a beruházásból. Élni fogunk azzal a lehetőséggel, hogy az igazgató úr által is megemlített csapattal közvetlenül tárgyaljunk, közvetlenül kapjunk információt, hogy milyen lehetőségekben tudunk együttműködni, és hát szeretnénk ezt minél többször megosztani, ezt az információt a vállalkozóinkkal. Reményeink szerint ez tényleg egy új fejlődési lehetőség lesz. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is nagyon fontosnak tartja azt, hogy az atomerőmű két új blokkjának építésében a környékben működő vállalkozások is dolgozhassanak. Horváth István azt is mondta, hogy a paksi atomerőmű nem csak az ország, de Tolna megye életében is nagyon fontos szerepet tölt be. Mi, akik már évtizedek óta itt élünk ebben a térségben, tudjuk azt, hogy a jelenleg üzemelő, úgymond Paks egy atomerőmű, micsoda gazdasági potenciál a térségben, tehát jelenleg is ugye több ezer embernek ad közvetlen és közvetve munkáját, és ezekből a tapasztalatokból tudjuk azt, hogy a Paks 2 az a gyermekeink és az unokáink számára milyen lehetőségeket adhat.
Ezért tartom fontosnak ezeket a tájékoztató fórumokat, és itt Bátaszékan ez egy nagyon jó példa volt, ahol az iparos kör elnöksége, illetve Bozsói polgármester úr megvitte a miniszter urat, és a helyi vállalkozók kaphattak közvetlenül információt arra, hogy milyen lépések vannak a következő években a Paks 2 építésében, és adott esetben mind a bátaszéki, vagy a térségi Tolna-megyei vállalkozók hogyan tudnak ebbe bekapcsolódni. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen sokat kell erről beszélni, hiszen fontos az, hogy tudatosodjon mindannyiunk számára az, hogy egy komoly lehetőség van itt a közelünkben, ami a környék vállalkozóinak, a fiataloknak ad a következő évtizedekben biztos és jó jövedelmező lehetőséget és munkát, és ezt nekünk ki kell használni, és ezért örömmel vettem részt ezen a fórumon, és veszek részt minden olyanon, ami a térségemet, a Szekszárd és térségét erősíti, az itt élőknek ad lehetőséget arra, hogy jól éljenek és hosszú távon biztosítva legyenek a munkahelyek. Süli János tárca nélküli miniszter fontosnak tartja, hogy a helyi vállalkozók is első kézből kapjanak információt az 5-ös és 6-os blokk építése kapcsán. Próbálunk lehető legtöbb vállalkozót képbe hozni a lehetőségekre, fölhívni a figyelmet, hogy egyébként nem csodát kell művelni, hanem jó szakembereket kell integrálni. A cégek is egymás közt kell, hogy kooperáljanak, hisz itt a méretek meg egyéb okból még egy fővonulási épületnél is egy 3-4 fős kis cég az nem tud labdába rúgni, ezt próbáljuk őszintén elmondani. Hát az esély, hogyha nem bízik magába valaki, akkor kicsi, de mivel számtalan, én azt gondolom, hogy meg lehet élni, akár csak, hogy egyforma csőtartókat gyártok adott méretbe 5 évig, ez is egy lehetőség. És akkor e fölött van, de ugye mindenre az kell, hogy érdeklődni, jelentkezni fővállalkozó mellett, annak az alvállalkozójával kooperálni. Tehát itt ugye nem arra kell gondolni, hogy bárki majd reaktortartályt fog beszállítani, de elképzelheti bárki, hogy mondjuk ha csak a világításnak a szerelvényezés, annak a tartószerkezete, kábel, létrák, kábeltartó szerkezeteknek, ezeknek a felszerelése, legyártása, behelyezése, akkor csak lépcsők, korlátok, hogy mennyien kiegészítő berendező, amit nyugodtan egy kisebb üzembe is össze lehet hegeszteni, le lehet tűzihorgonyozni, le lehet festeni. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell a mérettől megrettenni, hogy ott biztos nekünk nem lesz munka, ott is kell járdát építeni, ott is kell bevakolni felületeket, lefesteni, tehát én úgy gondolom, hogy és olcsóbb az orosz félnek is magyar alvállalkozókat, olyat, aki este hazajön a munkavégzésből, nem kell altatni, nem kell külön az étkezésével foglalkozni, azt mindenki, aki bejáró, megoldja magának, tehát így van egy kölcsönösen előnyös érdekeltsége a orosz félnek, hogy lehető legtöbb magyar vállalkozó dolgozzon a területen. A kiválasztott magyar vállalkozóknak egy rövid átképzésen kell majd részt venniük, ahol megismerkedhetnek az orosz munkavégzési kultúrával. Süli János kiemelte, hogy nem csak az új blokkok építése fejleszti majd a térséget. Nem csak azon dolgozunk, hogy akkor mi van az erőművön belül, hanem mi van az erőművön kívül, illetve ha 10 000 ember dolgozik itt, családtagok, akkor milyen kulturális programba lehet, hova lehet őket a munkavállalók szabadidőkbe behozni, milyen egyéb üzemet szeretnék letelepíteni még Tolna, Baranya, Somogy megyébe, hogy a régió ne egy fej nehéz Paksi Atomerőm, és akkor nincs érdemben más nagyvállalat, hanem próbáljunk minél több céget idehozni. A tárca nélküli miniszter elmondta, hogy van még idő jelentkezni, hiszen az érdemi munkálatok 2021. szeptemberében kezdődnek majd el. Minden érdeklődőnek érdemes felkeresni az atomerőműhöz tartozó vállalkozói információs pontot, ahol pontos tájékoztatást adnak a lehetőségekről.